Szinte minden hétvégén megtelik a horvát oktatási központ csarnoka, amely a Szombathelyi Sportiskola röplabda szakosztályának hazai pályája. Az eredményes munka bizonyítéka, hogy több játékos is a korosztályos válogatottság küszöbén áll. Az U17-es együttes bajnoki éremreményeket dédelget. Mögöttünk jelenleg tart az U17-es harmadosztályú bajnokság északnyugati csoportjának a fordulója, az aktuális fordulója. Mai nap 3 mérkőzést rendezünk itt a horvát oktatási központban. Vendégül látjuk egy Veszprém és egy Dági csapatot. A kilátások jók, eddig nagy magabiztossággal vezetjük a bajnokságot. A szombathelyi lányok kezdésként könnyedén győztek a Veszprém ellen 3-0-ra. A Dági csapat viszont nehezebb ellenfélnek bizonyult, hiszen képzett játékosokkal és bőkerettel érkezett az összecsapásra. Felváltva estek a pontok, a Dág erőssége a gyors és határozott nyitásfogadás volt, míg a Szosi a háló közelében dolgozott kiválóan. Az első negyed közepén begyújtotta a rakétákat a szombathelyi együttes, a vendégek mestere cserékkel és időkéréssel akarta felrázni tanítványait, ám a házigazda továbbra is pontos ütésekkel operált és alig negyed óra alatt lépés előnybe került. A Dági együttes innentől már csak tisztes távolságból követte Vasi riválisát. Végül a sportiskola a Dág elleni találkozót is 3-0-ra nyerte meg. A szombathelyi lányok lista vezetőként egyre közelebb kerülnek a bajnoki döntőhöz.